Tanít nyitó Rákóczi iskolában. Fehér Lászlón igazgató a 2017-2018-as tanév fontosabb tudnivalóiról beszélt, és jó tanulást kívánt a diákoknak. Mégis holnap kezdetét veszi a 2017-es, 2018-as tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, a nagymamánál a csodálatos nyarat, a vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást, a finom ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat, kirándulásokat. Ezekben a napokban sok helyen száll az ég fele a fohász, Veni Sancte Spiritus, azaz Jöjj Szentlélek Isten. Itt és most mi is ezt tesszük, hogy szeptember első napján, tehát holnap, reménnyel és jó szándékkal induljon meg 389 fős Rákóczi és diákseregünk, és mintegy 150 óvodásunk katolikus intézményünk felé. Elsősorban ezért van hát ma ünnep, különösképpen a lelkünkben. Megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm legifjabb tanulóinkat, akik tele izgalommal és büszkeséggel ültek be most a padokban. A két első osztályunkban 44 lelkes kisdiák megnyerhetünk. A tanévkezdés az ő számukra leginkább várakozással teli. A felsőbb éves rákóczisok talán még a percekben is bíznak a csodában, hát ha mégsem kezdődik, de igen. Az új nevelési és tanév sikeres indításához minden feltétel adott.
Itt köszönöm meg pedagógus kollégáim lelkes, tanévelőkészítő tevékenységét. A technikai dolgozók munkáját is, aminek köszönhetően tiszta és rendezett csoportszobák, tantermek várják a gyermekeket. A tankönyvek is időben megérkeztek, elkészült az órarend, és a kisgolyák is megjöttek iskolánkba. Kedves kis elsősök! Óvodai tarisznyátokat megtöltöttétek sok élménnyel, kirándulással, programokkal, szüleitekkel együtt. Ez az iskolában sem lesz másképp. Emlékeztetek-e még a ballagásatokon, milyen jó tanácsokkal látott el benneteket Helén néni? Azt mondta, vigyétek magatokkal a szorgalmat, amellyel az iskolában sok-sok piros pontot, később sok-sok ötös gyűjthettek. Vigyétek magatokkal a figyelmet, amelynek segítségével a tanítónéni megtanít írni, olvasni benneteket. Vigyétek magatokkal a szófogadást, amellyel mindig örömet szereztek szeretteiteknek. És vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel boldoggá válik az élet körülöttetek. Az első osztályokban Anita és Szilvi néni sem kíván majd más tőletek. Szívből kívánom, hogy Rákóczis diákként ne csak tudásban, hanem 8 éven át a lélek gyümölcseivel is gyarapodjatok szüleitek örömére. Kedves tanévet kezdő tanulók 2-tól 8-ig! Általatok holnaptól ismét életlengibe az iskolát, az osztálytermeket. Örülünk nektek is, hogy együtt köszönhetjük katolikus iskolánk 24. tanév kezdetét. Az elsősök utravalójából a bizonyos S-betűs jó tanácsokat nektek is érdemes lenne megszívlelnetek. Melyek is voltak ezek? Talán a 8-asokat jól hallották hátul. 3 is elhangzott. A szorgalom, a szófogadás és a szeretet. A szorgalom, a motiváltság, a lelkesedés, a kitartás, az alapja az évvégi bizonyítványba óhajtott érdemjegyeknek. Tetteinkkel tudunk csak érvényt szerezni az elhatározásainknak. Meg kell bizony érte dolgozni, ami küzdelemmel, áldozattal jár, ehhez kívánok sok erőt. A szófogadás volt a következő. A jó magaviselet, a szabályok betartása, a sikeres együttmunkálkodás feltétele. Iskolánk minden tanulójának joga van a zavartalan tanuláshoz. A tanároknak pedig joga van a zavartalan tanításhoz. Az Arizona program szerint illene mindenki jogát tiszteletbe tartani, közösen küzdjünk érte a tanít során. A 3. említett fogalom volt a szeretet, ami hitünk tanításának mindennapi gyakorlását jelenteni. Az igazi szeretet gyerekek tettekben és nem szavakban nyilvánul meg. A Jóistenhez, szülőkhöz, nevelőkhöz, iskolatársakhoz fűződő kapcsolatunknak a kulcsa. Hiszem, hogy a szeretet az a kulcs, amelynek idővel egyetlen zár sem tud ellenállni a tanévünk során. Kedves szülők! Az iskolakezdés megváltoztatja az önök életét is, különösen ott, ahol az első gyermek ül be az iskolapadba. A legtöbb szülőben mély vágy van arra, hogy a legjobbat nyújtsa gyermekének, ám a gyermekek nem hoznak magukkal felhasználói kézikönyvet. Nem olyanok, mint a testvéreik, mint a szomszéd gyerek, vagy az osztálytárs. Különböznek, de mégis vannak eszközök, módszerek, amelyek segítenek abban, hogy nevelésük egy örömteli és pozitív folyamat legyen. Ne felejtsük, a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai visszahozhatatlanok. Erről próbál meggyőzni bennünket egy neves természettudós, David Attenborough. Nyilatkozataira akkor is érdemes odafigyelni, ha nem a bolygókról, állatokról, vagy a túlnépesedésről szól. Nemrég akkor kérdezték meg, mi az,
amit megbánt életében. A természetfilmes elárulta, hogy bár az elmúlt években végigtekintve nagyon szerencsésnek tarthatja magát, mégis rendkívül sajnálja, hogy olyan sok időt töltött távol gyermekeitől. Ha van egy 6 vagy 8 éves gyermeked, és kihagysz 3 napot az életéből, az pótolhatatlan, azt elmulasztottad, mondta. Fontos számunkra is, kedves szülők, hogy a diákjaink nap mint nap szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükség van az önök biztatására is. Akkor lehetünk csak jó nevelők, ha a szülők is ott állnak a gyermekeik mellett minden nap, és segítik a munkánkat. Kedves tanévet kezdő diákok, hogy jó hírt is tudjak mondani, szeretném közölni, hogy 180 tanítási nap után 2018. június 15-én be fogjuk fejezni a tanévet, melyet elég hosszú őszi, téli, tavaszi szünet és 6 tanítás nélküli nap szakít meg annak érdekében, hogy pihenésre is jusson idő. Az előttünk álló tanév munkaterve elkészült, bizton állíthatom, hogy az éves program a tanulás mellett rengeteg értékteremtő lelki, kulturális, környezetvédelmi, egészségmegőrző és sportrendezvényt is tartalmaz. A tanév indítása a nevelők számára a vetés kezdésének az ideje, a június pedig az aratásé és természetesen nem mezőgazdasági értelemben. Ismét egy új, izgalmas tanév küszöbén állunk. Egy iskola személyekben, tanárokban, diákokban minden évben változik, ez nem újdonság. De attól még felismerhető arculata, színvonala és annak missziója. Minden változás mellett mi a Csornai Rákóczi maradunk, ahol egyházi iskolaként az oktatás mellett a lelki nevelés is fontos szerepet kap a munkánkban. Így lesz ez ebben a tanévben is. A magvetőről szóló példabeszéd szerint a jó földbe hullott az, aki az igét meghallgatja, megszívleli és termést hoz. Ennek megvalósulásához kívánok szülőknek, pedagógusoknak, tanítványainknak az élő hitet, a megújuló reménységet és a soha nem fáradó szeretetet. Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 2017-es, 2018-as tanévet. Köszönöm, hogy meghallgattak.